Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál, ahol szerelmi témákról van szó. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi szerelmi jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat. A mérleg jegyének a szimbóluma itt látható. A mérleg jegye az a levegő eleméhez tartozik. Az jelenti a mozgást, a könnyűséget, a terveket, az ötleteket. A mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, és az jelenti a szerelmi témákat, a művészeteket, a szép környezetet, az igazságot, azon kívül a békét, a szeretetet és a szerelmet, hiszen a mérleg jegye és Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat. Itt is erről van szó, és ez a hölgy szimbolizál benneteket, mérleg nőket, és a férfi szimbolizálja a férfiakat, persze lehet a lelki társat is. Hogy mi fűz össze benneteket, azt ez a kártya mutatja, amit a férjem készített, de az, hogy a növények mit jelentenek, az tőlem jön, tehát együtt készítettük ezt a paklit tulajdonképpen, és ez a virág jelenti a kisugárzást és a vonzalmat kettőtök között. És ez kihat március hónapba, hogy nagy lesz a vonzalom kettőtök között. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt megjelenik ez a férfi újra. Lehet, hogy ő hoz döntéseket, itt előtte látható a medve, megvan az élet ereje, be tudja bizonyítani magát, azon kívül megvan nála a belső erő is, a hit, hiszen megbízik benned. Itt lesz egy hír tőlem. Ez számodra is életerőt ad, hiszen ez a férfi segíteni fog neked. Ez a medve, ez lehet egy személy is, akinek szava van. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd, ebben az esetben a levél jelenthet bizonyos szerződéseket is. De nem csak ez a személy hat ki a dolgokra, hanem a lelki társad is, hiszen ez a férfi megjelenik itt a környezetedben. Az is lehet, hogy van egy erős személyiség a te életedben, aki dominál, aki parancsolgat neked, és a társad megvéd téged. Nem hagyja azt, hogy valaki előírjon számodra valamit. És most megnézzük az ő kártyáit. A téli hónapokban voltak nehézségek, problémák, valami akadályozta őt vagy téged ebben a mozgásban. De ez most elmúlik, hiszen itt a gyermek, ez a kislány jelent újdonságokat, jelent egy új kezdetet, egy új irányt, és előre mennek a dolgok. Ez a hölgy, ez utalhat rád is. És ahogy a kislány itt gyűjtögeti a tojásokat, az is lehet, hogy te gyűjtögetsz tapasztalatokat, ő majd segít neked. És ez a szikla, ez elmúlik, ez a múlt, a téli hónapokra utal. Jelenti a hideg-rideg tartását is.
Lehet, hogy visszahúzódó volt, vagy nálad voltak problémák, mert itt valaki parancsolgatott neked. De ez az időszak elmúlik. Ez azért volt jó, mert itt tapasztalatokat gyűjtöttél. Itt te lépsz mozgásba, de lehet az is, hogy ez a férfi elvárja most tőled azt, hogy közeledj hozzá, hogy beszélj azokról a dolgokról, ami eddig nyomasztott téged, hiszen ő segíteni akar, életerőt ad számodra. Azt akarja, hogy te is bebizonyítsd magadat. Itt ez a kép jelenthet mindent, ami mozog, sport, utazás, változások, vagy autó. Ez lehet egy autó vétele is, ahol ő majd segíteni fog, hogy itt megkapd ezt az adásvételi szerződést. Ha egyedül próbálkozol, akkor előfordulhat, hogy itt akadályokba ütközöl. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, itt lesz egy új kezdet, itt lesz mozgás, ez lehet egy közös kirándulás, és megvan a vonzalom kettőtök között, és mivel a mérleg jegyéről van szó, ahol Vénusz bolygó uralkodik, hozzá kell tennem azt, hogy Vénusz bolygó márciusban az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, a vízöntő jegyében van, szintén a levegőben, levegő elemében, és az azt jelenti, itt megvan a harmónia. Szerencsét hoz a párkapcsolatot illetően. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesznek közös tervek, beszélni tudtok a jövőről, beszélni tudtok érzelmekről, és megvan ez a nagy vonzalom kettőtök között, az akadályok elmúlnak, lesz egy új irány, előre mennek a dolgok, és ez a férfi segít neked, hisz benned, és adja számodra is az erőt, vagy megvéd téged. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, lájkolhatod, vagy feljelentkezhetsz a csatornámra, ennek nagyon örülnék. Annak is, ha leírod a véleményedet a kommentárba, vagy megkeresel a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!